Na sziasztok srácok, akkor folytassuk is a System Shock 2-es kalandunkat ott, ahol abba hagytuk, mégpedig a kikapcsolódási fedélzeten. Ugye kinyitottuk legutóbb ezt az ajtót. This is Xerxes. Remember, replicator restrictions are in place for the good of all of us. All unauthorized database interactions will be dealt with to the utmost degree of the law. És közben kinyitok még egy menekülő utat, mert itt lesznek meglepetések. Ide pedig már nem megyek be, mert ezt a részt körbejártuk, és szerintem arról a cigiről is megismerhető a dolog. Amire ugye egyáltalán nincsen szükségünk. Ó, valamiről viszont elfeledkeztem. És nem ők. Mert őket magasról letoljom. Azaz. Néhány pofonnal el tudom intézni, hogyha eltalálom végre. Utálom amúgy ezeket a kis férgeket. Ezt neked. Itt a sehol. Kinyitható csap. Zuhany is ilyen? Ó, akkor megfürdünk, gyerekek. Meg is vagyunk. Szóval... Ne. Ó. Ez egy picit mázlis volt. Szóval most nézem, javítanom kell a stukkeren, és ötös szintre turbózta fel. Nem tudom, ti mennyire látjátok a számokat. Az a helyzet, hogy elég apró betűtípus is, így még az én szemem se igazán látja, pedig aztán nekem jó szemem van. De ehhez még az enyém is kevés. Na, viszont ebben a felvonóban még nincsen dolgunk, ugyanis mondjuk talán nyugis helynek jó, hogy megnézzem, hogy mit kell művelnem, és jegyzetek. Van egy egzotikus fegyver az egyik szálláson, a kód 11111. És a kert karbantartó helységének kódja 34093. Oda lehet, hogy visszanézünk, amint itt végeztünk. De egyelőre az lenne a feladatunk, hogy kódokat. Micsoda FPS csökkenések vannak. Személyellenes. És itt van valami, ugye? Ó, oh, de jó nekem, hogy kettő fajta droid is van itt. Nos. Hol van a kis droid barátunk, csak nem az emeleten mászkál. Jobban van, nem droid, srácok, ez robot zsaru. Legalábbis a méretei miatt én így hívom. Na, és van egy liftünk, ami működőképes. Nagyon jó. Ez pedig egy szoba, ahol fejetlenség uralkodik. Érdekes, hogy így bekerült az ágy a fürdőbe. Őszintén szólva, én lehet, hogy az emeletre felnézek, és oda én szerintem jobb a személyellenes. Au! Oh. Na ez... Ez nem volt menő. Ha keresztül lősz a falon, én elmegyek nyugdíjba. Mennyi van még belőletek, he? Na végre valakinél volt hílelő cucc is. Mondjuk elfelejtettem egy valamit. Nekem ugye ezzel a cuccal jár egy... ilyen is. Szóval én most felregenerálom magam, pszichi injekcióból úgyis van még.
És akkor a későbbiek folyamán majd szépen vissza is állítom ezeket, majd később. Fogalmam sincs, hogy pontosan mik ezek az érzelmi kivetülések. Hopp, Nanita. És elsődleges liftagna. Akkor gyakorlatilag ahol eddig voltunk, vagy ahonnan jöttünk, az a másodlagos. Megint ez a fura injekció, amit még nem kutattunk ki. Fogalmam sincs, hogy pontosan mire jó, de majd előbb vagy utóbb ki lesz derítve. Ó, gyerekek! Gyerekek, gyerekek! Hát, hogyha én itt elkerülök valami képet, akkor üvölcsetek, úgyse hallom meg. Na jó, ez poén volt. De ugye ez az elsődleges dolog, amit szeretnék ebben a videóban megtenni, hogy általános lőszerrel szépen szétvadászom ezeket a droidokat, amiket úgy imádok. Remélem nem jön több. És képek után kutatok. Nulladik fegyver elő. Gyere! Egy darab. Két darab. Meg ennél van egy automata javító egység. Jól látom? Úgy is van. Plusz ugye kaptunk egy szoftvert is, ami még később nagyon jól jöhet. Villany. Ó, és egy szellőző. Benne tojásokkal, szóval nem tudom pontosan, hogy melyik a ez, igen. Ez féreg volt én szerintem. Ah, jól hallom. Oké, vissza az egyesre és kriókisülés. Ellenállás. Mármint ellenállóak a energialöketekkel szemben. Ez az egy mirigy. Közelebb nem megyek hozzá, mert idegesítő vagy. Nanita. Meg egy ilyen érdekes páncélzat. Ez nekem nem. Nem. Egyszerűen nem. Nem kell. Ez pedig sörétes, ha jól láttam, és ebből már van egy. Ez az alsó rész ott lent. Oké, végül is érdemes volt benézni ide, mert találtunk plusz holmit. Na. Bocsáss meg, muszáj volt lelőjelek, mert útban vagy. És innen jött ki, ahol az égvilágon semmi hasznos tárgy nem található. Ez kódolva van. Újabb férgek. Jaj, ne! Ez bizony egy nem akarom ellenfél volt. Nem igaz, hogy nem tud megenni titeket a fene. Megesztek tőlem minden gyógycsomagot. Jó, ez dobott egy hátast, és akkor már csak a kisebb ellenfelek maradtak. Hapinál van egy javító. Ebben nincs semmi. Ebben sincs semmi. Tiger
És azt hiszem körbeértünk. Kösz. Na jó, én nem pazarlom rátok ezt. Néha az általános töltény is jól jön pluszba. Ami azt illeti, egyébként ebben a teremben még nem voltunk, és ott egy kép. Viszont az előző szobában nem nagyon néztem. Tojás. Ennyi pszáj van. Remek. Fúj, szúnyog. A franc egye meg. Ez most érdekesen hangzott szerintem, de... körülbelül ennyire van elegem ezekből a dögökből. És még mindig jön. Na, végre. Szóval, itt a kódolt ajtó, ettől egyel odébb voltunk. Ekkora ez a terem? Hát wow. Itt már nem. Pont, hogy itt kell kutakodnom. Lássuk csak, hogy van-e. Hatossal végződik a kódunk, gyerekek. Tehát a múltkori kódunkat kutatjuk még mindig, szóval... itt tartunk még csak, és utána le kell mennünk az alsó fedélzetre, emlékeim szerint. Szóval van itt még bőven dolog. És egy pillanat, mert elfelejtettem itt valamit. Oké. E is megvan. Tehát 6-tal végződik a kód. És ezt így is hagyom, hogy tudjam róla, hogy készen van. Nincs is több ilyen, ugye? Igen, nem minden szálláson van ezek szerint képletéve. Muerte, vagyis halál. Azt hiszem, itt nem lesz semmi. Igen, ott sejtettem. Hullán kívül meg egy sportterembe lépő kártya. Jaj, de jó ez én nekem. Darálni való. Itt van az a jó illesztés? Nem. Akkor hol? Megint meg kell, hogy fürödjek. Ez az. Stukker el a kezembe, mert miért máshogy? Oké, és oké, lássuk csak. Nálad hasztalan holmi van. Akkor az lesz úgyis, hogy itt le fogok szépen száguldozni. Azt nem tudom egyébként, hogy hány számjegy szükséges. Na, ami az, ami érdekelne még engem. Szóval az egyik szálláson. Ó, várjatok. Hopp, ezt kikapcsolom. Támadt egy ötletem. Nem biztos, hogy így is van, de egy próbát megér, szóval... ha gondoltam, akkor itt semmi különös dolgunk nincs. Ó, ez egy analit fegyó, amit, hát... nem bírok fölvenni. Még egy valamin gondolkodom. Ez ki van kutatva? Implantátum. Jaj, nem már, ez hülyeség. Ezt kell majd folytatni, amihez GA kell, tehát vissza kell még mennünk oda a raktárba is. Jó, erre a hülyeségre nincs szükségem. Köszöntem érte a nanitákat, és itt egy egzotikus fegyver, ami jól jöhet. Talán jobban, mint ez. Oké, tehát itt semmi dolgom nincs.
legalábbis remélem. Ott viszont vannak dögök, szóval azt nem piszkálom, hanem... ezzel le tudok menni, igaz? Igen. Tesznek megfelelő volt, nehogy véletlenül ez is... levigyen a fenébe úgy, ahogy nem szeretném. Ah! A jó anyukád! Hát jó, akkor... első újra éledésünk a játékban, nem tudom, hogy hova kerültünk egész pontosan. Jó, ennyit még kibírok. Nem kerülhettünk túl messze. Ez elég nagy kiszúrás lenne velünk szemben, ott pedig volt egy hapsi. Jó. Hát barátom... rád vár a halál, hol vagy? Most veszem észre először amúgy ezeket a fényhatásokat a stukkereken, marha jók. Lehet, hogy kicsit bagosan működnek itt a dolgok. De lehet, hogy ez csak az én meglátásom. Oh, hello. Nincs elég mindkettőre. Mondtam én. Lőszertípus váltás és... fegyvertípus váltás, ez még jobb dolog. Itt már úgy is kergetőzhetünk, mert nincsen semmi olyan, ami észrevehetne. Na, neked már elvileg két lövés kellene. Azt a rohadt. Ez hatalmasat lő. Megpróbálom hátba támadni. Ez. Elkapom. Oké, ez most jól jön, mert megzabáltam az energiafegyvert. Lássuk csak. Merre van a sportterem? Emlékeim szerint nem túl messze. Cső! Srácok, tudjátok igazából mit szeretnék gyorsan megtenni, amíg hátba nem támadnak? Egy cetlit magamhoz kellett volna ragadnom ez ügyben. Szóval... Ah, itt van egy ceruza, remek. De jó, hogy... néha így magam előtt hagyom a dolgokat. Szóval... szóval... egy fél perc türelmet kérek tőletek. Mert ez... igényel egy kis helyezgetést, szóval egyessel kezdődik a kódunk. Ez szinte hold biztos. Tehát egyes. És legyen a tízes mögötte. És legyen itt a négyes. Majd hagyok itt egy számjegyet üresen, hát ha oda is jön valami, és hatossal fejeződik be, hogyha a tornateremben lévő dolog nem fogadja el ezt a kódot, ami most jelenleg itt van nálam. De egyébként van egy tippem, hogy mi lehet a következő szám, hogyha esetleg ezek nem lennének elegek. Esetlegesen. Szóval sportterem, ugye? Your skill surprises me. Transmitting cybernetic modules. Ó, egy dörgős. Ne, menj innen a rohadt életbe!
Ez rohadt erős ellenfélem. Lőszerfajta váltás. Á, nem már! Te! De jó, észrevett. Kétszer meghaltam, remek, és alig van életerőm, csak hogy még jobban érezzem magam. Nehogy hátba támadjatok, mert akkor pipa leszek. Szerintem gránátom se sok maradt. Ebből mi van még? EMP és romboló. Miért mondta a játék, hogy nincs több repeszgránát, mikor itt van? Jó, az számomra felfoghatatlan, mindegy. Akkor még egyszer bemegyünk a tornaterembe, és maradt még éppen elég manitánk. Ezt így gyorsan le akartam csekkolni. Hol vagy, dörgő? De ez így egyszerűen idefagy. Jó, antitoxin injekció, te meg csak pusztulj. Köszönöm szépen. Ezt a videót majd illendő lesz kikutatni, és őszintén megvalva itt most mentek egyet. Remek! Antitoxint neki. Kétszer is beleléptem. Igen, nem sokat látok a monitorból. És még így se. Remek, akkor menjünk fel. És váltsunk stukkert. Valamint nézzük, hogy van-e itt biztonsági kamera. Jó, ez nekem így nem fekszik, gyerekek, szóval visszább döntöm ezt a monitort. Mi az ott? Ah! Pedig elsőnek hogy ment? Ne! Csákány! Ez is kimúlt. Jó. Mielőtt oda megyek, töltögetek egy picit. Nem tudom, remélem ti egy kicsivel többet láttatok, mert az a helyzet, hogy én nem sokat láttam ezekből a macskokból. Plusz egy játék. Ezt majd később kivizsgáljuk. Na, tehát. Nem, viszont biztos, hogy ilyen hosszú lesz a kód. Na akkor. Tehát egyel kezdődik mindenképp. Akkor én meg négyet írok be. Ez most találós, Di. Ez az! Ez gyorsan megvolt. És most? És most? Mit nem csináltam meg? Nem a gépház. Mi a probléma? Ott van egy szellőző, amit igazából megnézhetnék, hogy hová vezet, mert ez így nem lesz nyerő.
hogy beírtam a kódot és nem változik semmi. Lehet, hogy itt még valami vissza van, amire... Hát ez nem igaz. Oké, még valahol ilyen szarság. Ajajaj. Ja, nincs nulladik fegyver. Nincsen kikutatva ezek szerint, amit akartam. Van elid. És a személy ellenesen lövöldöztem, ezt nem mondod komolyan. Oké, ha Bertinget kivizsgálok. Másszunk ki. Még egy ilyen. Ó! Van egy sejtésem most már. Van egy sejtésem most már, hogy elvileg minden oké, mert erre nem mehetek. Remélem ez a vezeték itt nem befolyásol semmit. Na, van fény. Akkor most már elvileg megcsinálhatjuk azt, amit akartunk, és kikerülöm ezeket a vackokat. És akkor nézzük, hogy mit tud ez. You performed well, insect. I've transmitted some cybernetic modules. This is Xerxes. Choose your upgrades wisely. Primary data loop compromised. The transmission has been tampered with. No matter. We will destroy my creations right here. Stand by. Na és kicsit közben nyújtózok még ékelme. Vagyis Showdown elmondja, hogy mit akar. Oké. I have weakened Xerxes. I am accessing the primary data loop. I am merging my entity with the ship. My glory is expanding, filling the arteries of this vessel. I am in control. I am. No. It is hopeless. The cancer has spread throughout the Von Braun. They fill every available crack and crevice. They overwhelm. There is no option. I have activated the primary elevator shaft. Take it to deck 6. És aktiválva van az elsődleges lift akna, mint hallottátok. De én nem véletlenül hoztam magammal ezt a kosárlabdát. És sikerült elsőre bedobnom. Bár... ez véleményem szerint nem... így lett volna. Szóval jött egy üzenetünk, ez az easter egg, hogyha bedobjátok a kosárlabdát ide, csatlakozol? A dolgok terv szerint haladnak, sikeresen Showdown ellen fordítottuk a tömeget, és elég hülye voltál ahhoz, hogy... amelle... Amellé a szuperszámítógép mellé álljál. Mi van? Szóval, elég hülye voltál ahhoz, hogy amellé a szuperszámítógép mellé álljál. Miért nem csatlakozol hozzánk? Amíg a lőszerek, orvosi injekciók is high-tech kütyük begyűjtésével bajlódtál, összegyűjtöttük az összes a fedélzeten felelhető gyümölcsöt. Csak egy szót kell szólnod, és annyit ehetsz, amennyi beléd fér. Kapsz egy csinos, szoros társaságot, és innentől kimaradt egy kis rész, szóval ez itt angol.
Végül is nem ez, ami igazán számít. Dehogy nem, kedves banánok, mindjárt csatlakozok is hozzátok. Jó pofa kis easter egg egy ilyen meglepően horroros hangulatú játékhoz. Hopp, ezt átugrom. Nem sok hiányzott, hogy megint belelépjek, és akkor most zúzzunk el innen azzal a lifttel. És én szerintem itt be is fejezem ezt a videót, hogyha kiértünk innen. Már ha sikerül. Oh, hello. Ne már! Ah! Hát ez nem megy ilyen egyszerűen, mi? Jó. Én nem bánom. Jó. Barátunkat eltaláltam. Oké. Okay. Jó. Na jó, pucolok. Gyerekek, ez kegyetlen volt így a végére. Pucoljunk innét, de nagyon gyorsan. Ó, ne már. Nem. Benne gyertek. Ó, wow. Hú. Sok volt ez így az izgalomból a végére ennek a epizódnak, srácok. Szóval, ha betöltött a játék, akkor én itt szerintem zárom is ezt a videót, és remélem, hogy tetszett. Annak ellenére, hogy kétszer is megpusztultam. Szóval remélem, hogy tetszett, ha igen, dobjatok lájkot, osszátok meg Facebookon, Twitteren, és hamarosan érkezik a következő System Shock 2-es epizód. Addig is kitartás, és legyetek jók. Sziasztok!